A Biblia képekben, Ószövetség 6. rész. A választott nép útban az ígéret földje felé. Isten az ő népét pusztai vándorláson keresztül vezette az ígéret földjére. Szándéka az volt, hogy itt a próbatételek sorozatában szülessék meg népe. Itt köti meg szövetségét népével. Amikor a fáraót értesítették, hogy a zsidók mennyien és milyen gazdagon vonultak ki az országból, az uralkodó megbánta, hogy elengedte a népet. Gyors parancsal mozgósította a hadseregét, üldözőbe vette a távozó népet. A menekülők éppen a Vörös-tengerhez értek. Az Úr parancsára Mózes a tenger fölé nyújtotta karjait. Hirtelen erős meleg szél támadt, ami ketté választotta a tenger vizét. Amint előtűnt a tengermedre, a zsidók bementek a kiszáradt tengerfenékre, és ott vonultak tovább. A víz a távolban úgy magasodott, jobb és bal felől, mint egy fal. Az üldöző fáraó serege is utánok nyomult a tengermederbe. A zsidók sietve a partra húzódtak. A víz visszaáramlott, és elborította az egyiptomiakat, szekereikkel, lovaikkal együtt. Amint a tenger habjai kivetették az egyiptomiak holttesteit a partra, a zsidók rádöbbentek, hogy ismét Isten nagy tettének voltak szemtanúi. Nagy félelem töltötte el a népet, és bizalommal néztek az Úrra és szolgájára Mózesre. A hívő ember élete nehéz óráiban bizalommal várja Isten segítségét. Pusztai vándorlás volt az útjuk, csak homok és homok. Ivóvízük elfogyott. Találtak valami mélyedést, de az abban levő víz keserű és ihatatlan volt. Mózes elővett egy darab fát, és azt dobta bele, mert az Úr bíztatta erre, és a keserű víz üdítő ivóvízzé vált. Láthatták, Isten gondoskodik róluk. Mégis lázadoztak. Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Inkább haltunk volna meg Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól laktunk kenyérrel. Ekkor Mózes megnyugtatta őket. Az Úr segíteni fog. És valóban, estére fűrj csapat lepte el a tábort. Egyszerűen a földre estek, csak ki kellett nyújtani kezüket, és megfoghatták, megsüthették, és elfogyaszthatták. Reggel pedig harmad szállott a tábor köré, és mozsárban tört dologhoz hasonló valami lett látható, olyan, mint a földre hullott dér. Manhu, kérdezgették egymástól, ami annyit tesz, mi ez? Ez a kenyér, amelyet az Úr nektek eledelül adott, mondotta nekik Mózes. Ettől a naptól kezdve a vándorlás egész ideje alatt megkapták a zsidók a mannát. A manna az oltári szentség, ószövetségi előképe. Jézus teste és vére lelkünk életét táplálja. Gyakori szent áldozás nélkül nem képzelhető el a jó keresztény élet. A választott népfiai tudhatták, hogy Isten gondoskodik róluk. Ezt azonban újra és újra elfelejtették. Vándorlásuk során olyan vidékre értek, ahol nem találtak vizet. Ismét lázadozni, zúgolódni kezdtek. Megint Mózest hibáztatták. Mózes az Úrhoz fordult. Uram, mit csináljak? Menj a sziklához és üss rá a botoddal, és víz fakad belőle. Mózes úgy cselekedett, és valóban víz fakadt a sziklából.
Izraelt megtámadta az amalekiták népe. Amíg Józsué, a zsidók hadvezére egy csapattal harcolt ellenük, addig Mózes, Áron és Húr felmentek a hegyre. Valahányszor Mózes felemelte kezét az Úr felé segítségét kérve, győzedelmeskedett Izrael. Ha azonban egy kissé leeresztette, az amalekiták kerekedtek felül. Mózes azonban elfáradt. Egy körre ültették, Áron meg Húr pedig két felől felemelve tartották karjait. Így Mózes karja ég felé tárult egészen napnyugtáig. Józsué pedig megszalasztotta az amalekitákat. A győzelmet azonban Isten szerezte nekik. Isten mindig gondoskodik népéről. Három hónapi vándorlás után a Sínai hegy lábához értek. Itt az Úr újra szólt Mózesnek. Ezt mondd meg Izrael népének. Láthatjátok, hogy sasszárnyakon hordozlak titeket. Ha hallgattok szavamra, akkor az összes nép közül különleges tulajdonommá teszlek titeket. Szövetséget kötök veletek, és ti szent népemmé lesztek. Mózes azután ezt a parancsot adta a népnek. Ma és holnap készüljetek fel, holnap után az Úr szemetek láttára leszáll a hegyre. Nagy készülődés támadt erre. Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás támadt. Sötét felhők telepedtek a hegyre, majd harson az úgás hangzott. A táborban mindenki megremegett. Mózes kivezette a népét a hegy lábához. Az Úr leszállt a hegy csúcsára, Mózes pedig fölment hozzá. Az Úr a hegy csúcsán átadta Mózesnek azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeket a népnek meg kellett tartania. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból. Rajtam kívül más Istened ne legyen. Neved hiába a te Istened nevét. Emlékezzél meg az Úr napjáról, és szenteld meg. Tiszteld apádat és anyádat. Ne ölj, ne kövess el házasságtörést. Ne lopj, ne hazudj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúságot. Ne kívánd meg fele barátod házastársát. Ne kívánd meg más tulajdonát. A nép hangosan kiáltotta. Az Úr minden parancsát megtartjuk, amit nekünk adott. Hűséges az Isten. Hasonló hűséget kér tőlünk is. A hűséget nem ígérgetni kell, hanem tenni. A szövetség megkötése után az Úr felhívta Mózest a hegyre. 40 nap és 40 éjjel maradt Mózes az Úr mellett. Ez alatt az Úr részletesen elmondta neki kívánságait. Mikor a nép látta, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, aranyból borjút készítettek, azt imádták. Körül táncolták, örömükben énekeltek. Úgy, hogy még a hegyre is felhallatszott. Mózes lejöve a hegyről kezében a két kőtáblával, mely a parancsokat tartalmazta, igen nagy haragra gerjedt. Eldobta a kőtáblákat, összetörte azokat. Dörgő hangon megszitta a népet, amiért ilyen gonoszságot cselekedett. Ledöntötte az aranyborjút, melyet csináltak. Tűzbe dobta, hogy semmi sem maradjon belőle. Kegyetlenül megbüntette a főkolomposokat. Visszament a hegyre, ahol az Úr így szólt hozzá. Látom, hogy kemény nyakú nép ez. Eltörlöm őket a föld színéről. Mózes azonban könyörgött a népért. Kérlek, bocsásd meg nekik ezt a vétket.
nagy bűnt követett el, mégis bocsásd meg vétkét. Inkább engem törölj el az élők közül. Isten megbocsájtott hűtlen népének. Mózesnek másodszor is átadta a két kőtáblát a 10 parancsal. Megengedte, hogy a táboron kívül felállítsák a szent sátort. Abban elhelyezték a szövetség ládáját, a frigyládát és a 10 parancsolat két kőtábláját. Akkor a felhő befette a szövetség sátrát, és betöltötte azt az Úr dicsősége. Vándorlásuk egész ideje alatt, amint a felhő felemelkedett a szövetség sátráról, elindultak Izrael fiai. Ha állt felette, azon a helyen maradtak. Mózes az Úr biztatására férfiakat küldött előre Kánaánba, hogy megtekintsék, milyen az a föld, és hogy hozzanak a föld terméséből. Azok hoztak egy levágott szőlővesszőt fürtjével együtt. Egy ember el sem bírta. Rúdra kötözték, és ketten hozták. Micsoda remek ország lehet az, ahol ilyen szép gyümölcs terem, mondták. A vándorlás hosszú évei alatt sok-sok érdekes esemény történt. Sokszor lázadoztak az Úr ellen, és a nép vezetői Mózes és Áron ellen. Bárcsak maradtunk volna Egyiptomban, minek is hozott minket ide az Isten? Biztosan azért, hogy elpusztítson minket. Nem, mi nem megyünk Kánaánba. Állítsunk magunk fölé vezért, és térjünk vissza Egyiptomba. És szólt ekkor az Úr Mózeshez, meddig gyaláz ez a nép engem? Meddig nem hisz nekem? Mindazon jelek ellenére, amelyeket véghez vittem előttük. Elpusztítom tehát őket, és a lázadókat elnyelte a föld. Évek múlva, már a vándorlás vége felé, újra elkeseredtek és zúgolódtak. Az Úr nem hagyta büntetlenül hálátlan zúgolódásukat. Tüzes marrású kígyók lepték el a tábort. Marrásuk nem csak fájdalmas volt, hanem sokan bele is haltak. A nép rádöbbent, hogy a szörnyű csapás Isten büntetése. Mózest kérték, járjon közbe értük az Úrnál. Az Úr így válaszolt Mózesnek. Csinálj részből egy kígyót, és erősítsd póznára. Akit kígyó marrás ért, de bizalommal rátekint, az életben marad. A részkígyó is előkép, a keresztre szegezett Jézus előképe. Aki a részkígyóra nézett, az megszabadult a kígyó marrás mérgétől. Aki a megfeszített Jézusra néz, és hittel kéri tőle bűnei bocsánatát, az a lelki haláltól szabadulhat meg. A moabiták királya megijedt, látva a közeledő izraelitákat. Hívatta Bálám prófétát, a híres jövendőmondót. Jöjjön és átkozza meg az izraelitákat. Bálámnak az Úr megmondta, ne menjen. A moabita király fenyegetésére mégis Szamárra ült és elindult. Az Úr angyala azonban elállta útját. Amikor a Szamár meglátta az Úr angyalát, amint kezében kivont kardot tartva ott állt az úton, nem akart tovább menni. Bálám elkezdte ütlegelni Szamárát. A Szamár ekkor emberi hangon megszólalt. Az Úr megnyitotta erre Bálám szemét, ő is meglátta az angyalt, aki felvilágosította Bálám prófétát, nem szabad megátkoznia Isten népét, hanem áldást kell mondania. Ekkor hangzik el Bálám próféta jövendőlése. Csillag támad Jákobból, és királyi pálca kél fel Izraelből. Jákob sarja uralkodni fog. Ez a jövendőlés Krisztusra vonatkozik. Ez a jövendőlés indította útjukra a napkeleti bölcseket, hogy hódoljanak az Úr Jézus előtt.
messze távolból már látszott az ígéret földje. Mózes még egyszer összehívta az egész népet és szólt hozzájuk. Mondta nekik, hogy ezután legyenek mindig szófogadók, akkor boldogan fognak Kánaán földjén lakni. De ha az Urat elfelejtik, akkor boldogtalanok és üldözöttek lesznek. Elbúcsúzott a néptől és felkapaszkodott Nébó hegyére. Amikor fölért, az Úr lejött hozzá, és megmutatta neki azt a szép országot, ahol a nép nem sokára lakni fog. Mózes látta a zöld legelőket, a patakokat, a hegyeket, a fákat, meg a tengert a messze távolban. Ezután Mózes meghalt, de sírját senki sem ismeri, mind a mai napig. Izrael számára Mózes az a próféta, aki által Isten megszabadította népét, akivel megpecsételte szövetségét, akinek kinyilatkoztatta törvényét. De amíg Mózes közvetítése csak Izrael népének szólt, addig Jézus Krisztus közvetítésével minden embert megment. Jézus Krisztus beteljesítve a törvényt, egyben túl is lépi azt. Atya feltámasztja őt a halálból. Szent lelkét adja az embereknek. Az égben a megváltottak Mózesnek, az Isten szolgájának és a báránynak énekét éneklik. Annak az egyetlen üdvözítőnek egyetlen húsvéti énekét, akinek Mózes előképe volt.